frajci zorni tenger várten, Tánccal és gyerekdalokkal készültek a felújított óvodájuk átadására a tolnamősi gyerekek. Nem kellett sokáig a hűvös udvaron lenniük, a rövid előadás után azonnal bemehettek a meleg épületbe. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a gyerekek és az itt dolgozó pedagógusok egy jobban szigetelt és olcsóbban üzemeltethető óvodában töltetik a napjaikat. A kivitelezést végző cégnek igazi kihívás volt, hogy a helyi védettség alatt álló több száz éves épületet az eredeti állapotának megfelelően újítsák fel. Az azt jelenti a védett épület, hogy ott a felújítási munkákat csak úgy lehet végezni, hogy az eredeti állapotot kell helyreállítani. Nagyon nehéz az, mivel ez a szabályozás, nevezhetjük egy újkori szabályozásnak, korábban erre nem figyeltek. És ahhoz, hogy tényleg az eredeti állapotába hozzuk vissza, ahhoz mindenféle levéltári anyagokat kell elővenni, hogy láthassuk, hogy mik tűntek el egyáltalán az épületről, milyen jegyek voltak rajta, milyen színekkel bírt. Ezeket fel kell kutatni, és utána ki kell találni, bontás után derül csak ki, hogy hogyan tudjuk ezeket egyáltalán helyreállítani. Az óvodában a teljes tetőszerkezetet és az utcára néző több száz éves homlokzatot, valamint a kerítést is újjáépítették a szakemberek. A gerendákig, szarufákig visszabontottunk mindent. Ezek a gerendák hál' Istennek viszonylag jó állapotban voltak, bár némelyikben volt kihívás, azokat kicserélésre kerültek. Továbbá onnantól ebből a teljes tetőszerkezetből az illető szállítani egy olyan új tetőszerkezetet, ami legalább síkban van. Ugye ez is egy nehézménye volt ennek a feladatnak. Ahogy látszik, nagyon szépen megoldották a kollégák. Továbbá a nyilázárok folyamán a régi nyilázárok és az új nyilázárok szerkezete lényegesen eltér egymástól, tehát már bontáskor, felméréskor és határidő rövidségét figyelembe véve elég összetett munkát és komoly szervezést igényel, hogy határidőre elkészüljön és ilyen minőségbe meg tudjuk ezeket csinálni. Továbbá, ha az épület elejére megyünk, ott pedig egy műemlékvédettségű homlokzatot találhatunk, aminek a teljes rekonstrukcióját kellett megcsináljuk, ami igazából egy igen aprólékos és odafigyelő munkát igényel. Nehézségeit azt ebben látnám a munkának, kérdésre válaszolva, viszont ezek is a szépségei ennek a munkának igazából, bárki elmegy erre, láthatja, és egy kicsit még a szemet is vonza az autóból is, vagy gyalog is, hogy itt egy régebbi épület van, amivel foglalkoznak a hivatal dolgozói, áldoznak rá, gyerekek vannak benne, tehát a szemnek is egy jó tekintet és jó érzés itt dolgozni, illetőleg letenni a névjegyét. A beruházás a városnak egy forintjába sem került, a pénzt az önkormányzat a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerte pályázaton. Én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy energetikai korszerűsítéseket hajtsunk végre, és takarítsunk meg, amennyit csak lehet az intézmények működtetésén, hogy aztán a szakmai munkára tudjuk ezeket a forrásokat fordítani. De még egyszer mondom, nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekek szép környezetbe, kulturál környezetbe járhassanak. Most a Zöldkert óvodán volt a sor, és ígérem, hogyha lehetőségünk lesz arra, hogy ilyen pályázati forrásokhoz bármilyen módon hozzájussunk, akkor folytatni fogjuk ezt a munkát. A Jövőnk Energiájáért Térségfejlesztési Alapítvány erre a projektre 15 millió forintot biztosított. A városnak ehhez erőt nem kellett hozzátennie, tehát gyakorlatilag 15 millió forintot tudtunk erre az épületre áldozni. Olyan maradéktalanul kicserélték a nyilászárókat, a tetőt, a homlokzatot, a kerítés is közben megújult, tehát ez egy védett épület, és nagyon rossz állapotban volt már kívülről. Nagyon-nagyon fontosnak gondolom azt, hogy még egyszer mondom, hogy ne csak korszerű, hanem szép is legyen. Tehát ott, ahol kiváló szakmai munka folyik, már pedig ebbe az óvodába, úgy mint a többibe is kiváló pedagógiai munka folyik. Itt láttuk ugye a műsort, amikor a gyerekek beöltözve német nemzetiségi táncokat, játékokat adtak elő. Tehát kell, hogy ehhez
modern kulturál környezet is legyen. A Tolnai önkormányzat az elmúlt időszakban több másik helyi óvodát is felújítatott, ezen kívül más oktatási intézményeiben is folyamatban vannak fejlesztések.